Márk evangéliuma, nyolcadik rész, négyezer ember megvendégelése. Azokban a napokban, amikor ismét nagy sokaság vette körül, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már három napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Hogyan tudná bárki is ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták, hét. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, azután vette a hét kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat hét kosárral, pedig mintegy négyezren voltak. Ezek után elbocsátotta őket, és azonnal hajóba szállva, tanítványaival együtt elment Dalmanuta vidékére. A farizeusok jelt kívánnak. Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele, mennyei jelt követelve tőle, hogy kísértsék őt. Jézus pedig lelkeményéről felsóhajtva így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony, mondom nektek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel otthagyta őket, ismét hajóba szállt, és elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és csak egyetlen kenyér volt náluk a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és Heródes kovászától. Ők pedig tanakodni kezdtek egymás között, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk. Miért tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem veszitek észre és nem értitek? Még mindig kemény szívűek vagytok? Van szemetek, mégsem láttok? Van fületek, mégsem hallotok? És nem emlékeztek, amikor az öt kenyeret megtörtem az ötezernek? Hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek. Tizenkettőt. És amikor a hét kenyeret megtörtem a négyezernek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták. Hetet. Ő pedig megkérdezte tőlük. Még mindig nem értitek? A Bécsaidai vak meggyógyítása Amikor Bécsaidába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézenfogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt. Látom az embereket, amint jönnek-mennek, de mintha fákat látnék. Azután Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult. Tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és azt mondta, még a faluba sem Péter vallást tétele. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt a a Filippi mellett levő falvakba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek. Ők így feleltek, keresztelő Jánosnak, mások illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, ti kinek mondatok engem? Péter így válaszolt neki. Te vagy a Krisztus. Jézus pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek se beszéljenek ő róla. Jézus először szól nyílt a haláláról és feltámadásáról. És tanítani kezdte őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről. Péter ekkor félrevonva őt feddeni kezdte. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megfette Pétert, és ezt mondta. Távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Jézus követése Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy? Mert mit is adhatna az ember váltságdíjul az életéért? Mert ha valaki szégyenlengem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a Szent Angyalokkal.